áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma az apostolok cselekedetei második rész első és következő verseiből szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Az első pünkösdről szóló történetben látjuk az apostolok életében a változást, ami nem emberi erőlködés következménye, hanem Isten szent lelkének áldott munkája. Ezt jelenti felülről születni, újonnan születni, Jézus Krisztus befogadni az életünkbe, szent lélekkel beteljesedni. Ezek az emberek az első keresztjének sok szenvedésük közepette is tele voltak örömmel. Az a megbocsátó szeretet sugározott belőlük, ami Jézus Krisztusból, aki a kereszten így imádkozott ellenségeiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Amikor az első keresztjén vértanú István a halál küszöbén még néhány szót mondhatott, szinte szó szerint mondta Jézus szavait, imádkozva ellenségeiért, akik halálra kövezték ártatlanul, könyörög értük, mentegeti őket Isten színe előtt. Ugyanaz az indulat, ugyanaz a szeretet, ugyanaz a lelkület, ugyanaz a Krisztus mindegyik hívő keresztjénben. Ezt nem lehet elérni sem neveléssel, sem buzdítással, sem szervezéssel. Ez nem valamiféle emberi jóság, vagy annak kibontakoztatása, nem tiszteletre méltó vallásosság, ez az élő Jézus Krisztus. Egy emberben élhet Jézus Krisztus, aki őt megtisztította, átformálta, aki mindenestől Jézus rendelkezésére bocsátotta magát. Ezt nevezi a Szentírás újjászületésnek, és ez merőben különbözik minden vallásosságnál, mert ez maga az élet, ez maga az új élet. Ez jelenhet meg Istennek áldott szent lelke minden magunk fajta hozzánk hasonló bűnös emberben is, mint edényben. Az edény bár törékeny, de kincs lehet benne, az igazi, drága értékű, legdrágább értékű kincs maga Jézus Krisztus. Az énekíró szavaival imádkozzunk, nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát lelkeddel engem. Igédnek áldott szent ereje, hadd munkálkodjék hát bennem. Rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon fényed szerte, hogy általam sok-sok árva szív békéjét benned meglelje. Amen.